Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. november 11-én, este 7:30-kor. Szerződés újítás az Atomecón. Komoly tervei vannak a Teitnek. Folytatódik a csajdakerti facsere. 33 fát ültetnek újra. 14 zeneiskola, 83 növendéke. Szombaton zajlott a Bács-Kiskun megyei zongoristák találkozója. Megújította szerződését a Teit az orosz társszervezettel. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás a tisztújítást követően első jelentősebb momentumához ért ezáltal. Az egyesületnek nagy tervei vannak a jövőre nézve. Előadások, tájékoztatók, faültetés és szerződéskötés. Többek közt ezeken vehetett részt a Teit elnöke és alelnöke a minap. A 13. alkalommal megtartott atom-öko rendezvény kiemelten különleges volt, hiszen most először került Oroszországon kívül megrendezésre, melynek most Pécs adott otthont. A tisztújítást követően felfrissült Teit is részt vett az eseményen, ahol Félvi Géza elnök és Gáncs István alelnök képviselte a társulást. Úgy is volt hirdetve, hogy egy párbeszéd és fórum. Nagyon kíváncsiak arra, hogy civil szervezetek, vagy bárki, akinek véleménye van az atomenergia fejlesztésről, építésről, hogy mit mond, és a másik félnek is a véleményére kíváncsiak voltak. A Rosszatom mintegy 400 fős delegációval volt Pécsen. Mi is meghívást kaptunk, mint Teit, az egyik társulás, amelyik az atomenergiával, illetve az atomerőművel kapcsolatban áll. A rendezvény alkalmat biztosított arra is, hogy az orosz Teitnek megfelelő társszervezettel kötött együttműködési szerződést a helyi ellenőrző bizottság megújítsa. Ezzel továbbra is megalapozva a hatékony együttműködést. Eddig is ugye az orosz partnerrel volt egy együttműködési megállapodásunk, mind az ellenőrzés, mind az információ vonatkozásában, és ezt hosszabbítottuk meg tegnapi okirattal, és írtuk ezt alá, ezt a megállapodást. Ez volt a felfrissült Teit első jelentősebb momentuma. Dr. Félvi Géza elnök elmondta, komoly terveik vannak a jövőre nézve. Olyan célokat fogalmazunk meg a jövőre vonatkozóan, és itt a kommunikáció, az ellenőrzés és a tájékoztatás, illetve a területfejlesztés a fő célja ennek a társulási megállapodásnak, és az, hogy az emberekhez eljusson az információ, illetve amit gondolnak az emberek és akár a civil szervezetek, azok az információk pedig hozzánk eljussanak, és így tudjunk szintén egy ilyen párbeszéd alapon megismerni, hogy miről is szól az atomkutatás, az atomenergia felhasználása és az atomerőmű, illetve ennek a működése. Az elnök hangsúlyozta, Kalocsának komoly szerepe van a paksi fejlesztésekkel kapcsolatban. A projekt ugyanis kezdi kinőni Paks városát, így a környező települések egyre jelentősebb szerephez jutnak. Kalocsának is a szerepét egyre jobban felértékelik. Nyilván itt Paks város a helyszíne, de az érzékelhető, hogy Paks város kezd egy kicsit kinőni. Tehát amilyen szükségletek vannak itt a jelenlegi erőmű, illetve az újonnan épülő erőművel kapcsolatosan, és itt mindent ebbe figyelembe kell venni, akár a munkaerőt, a kiszolgáló személyzeteket, a szolgáltatásokat. Ez már kinőtte a paksi várost, illetve azt a térséget, és így Kalocsát is szeretnék ebbe bevonni. Kalocsa is ebben egyértelmű partner. A Teit elnöke tovább beszél a rendezvényről, a paksi fejlesztésről és a Teit terveiről jövő hét hétfői gazdasági magazin műsorunkban. Folytatódik a facsere a csajdakertben. Most 33 beteg, előregedett, veszélyt jelentő fát vágnak ki, mely helyére újakat ültetnek. A japán akácokat 27 darab platán és 6 egyéb fajta váltja. A munkák november 12-én kezdődnek. Egymás mellett sorakoznak a japán akácfák a csajdakerti sétányon. Ezek kerülnek kivágásra hamarosan, a munkák november 12-én, kedden kezdődnek. Hatalmas lyuk tátong az egyik fa törzsében, mindegyik fa beteg, előregedett, potenciális veszélyt jelent, ezért időszerű a cseréjük. Valamennyi fa vizsgálata a korábbi években szakértő bevonásával megtörtént, azok kivágása szakmailag indokolt, továbbá időszerű a közpark új fákkal történő frissítése is. Áll a kalocsai önkormányzat által kiadott tájékoztatóban. Tavaly már történt itt hasonló facsere, akkor a sétány másik végén kerültek kivágásra szintén japán akácfák, összesen 30 darab. A helyükre ültetett platán csemeték azóta már megerősödtek, szépen fejlődnek.
Hogy egységes szép képet kapjon a park, a most kivágásra kerülő 33 japán akácot javarészt a korábban is telepített platánfákkal pótolják, de kerül még melléjük két darab cercisz, két darab ginkgo biloba és két darab corylus colurna is. A favágást és ültetést munkanapokon, illetve munkaidőben végzik a parkgondozó Kft. Munkatársai. A munkavégzés helye jól láthatóan elhatárolásra kerül majd. Az esetleges balesetek elkerülése érdekében a parkgondozó Kft., illetve az önkormányzat a járókelőket arra kéri, ne lépjenek be a munkaterületre, azt fokozott óvatossággal közelítsék meg. Szombaton rendeztem meg a 17. Bács-Kiskun megyei zongoristák találkozóját a Szendrei Imre Alapítvány és a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. 15 kalocsai növendék részesült valamilyen elismerésben. 4 korcsoportban közel 80 növendék két-két darabot mutatott be a zsűrinek. Most kezdődött a második korcsoportnak a műsora, ez zeneiskolai 3.-4. osztályt foglal magába, és itt már a műsoridő is hosszabb, most éppen az első versenyző játszik a második korcsoportból. Sok növendék évek óta megjelenik ezen a találkozón. Van olyan közöttük, aki első korcsoportosként már itt volt, most pedig a 4. korcsoportban ült a zongorához. Ez Bács-Kiskun megyére vonatkozik ez a találkozó meghívó, és az idén 14 iskola jött, hát Kecskemétről 2, Bajáról 2, Soltról, Izsákról, Kiskunmarsáról, Kiskunhalasról 2, Hartáról, Kalocsa is itt van. A verseny előtti héten lehetőség volt arra, hogy gyakorolhassanak a kamarateremben a gyerekek. Több iskola is élt a lehetőséggel, hogy az akusztikát, a zongorát, a körülményeket is megszokják a zongoristák. Maga a gyakorlási folyamat már tavasszal. Tehát a darabokkal akkor ismerkedünk meg, és ahhoz a megfelelő technikai hátteret is biztosítjuk, ez itt gyakorlatokra gondolok, amivel alátámasztjuk a technikai megoldásokat, tehát elég időigényes maga a daraboknak az elkészítése. Aztán az egyéb szervezés, rendezés, hát az mondjuk 2 hónap körülbelül. A kalocsai zeneiskolások közül 15 növendék kapott kiemelt nívódíjat, nívódíjat, dicséretet vagy külön díjat. November 9-én Kalocsán került megrendezésre a 11. Népművészeti Fesztivál és verseny, amelyet a Nemzetegység napjának szenteltek. Az eseményre Magyarország különböző pontjairól érkeztek résztvevők, összesen több mint 100-an. Az Orosz Honfitársaság Koordinációs Tanácsa, a Budapesti Orosz Kulturális Központ, illetve a Kalocsai Orosz Információs és Kulturális Központ által életre keltett rendezvényen csoportok és egyéni előadók váltották egymást a Városi Színház színpadán. Érkeztek vendégek Budapestről, Pécsről, Kaposvárról és Gyárról is. A résztvevőket városunk nevében dr. Körmendi Szabolcs és Pécsi Vivien önkormányzati képviselők köszöntötték. A fesztivált első alkalommal rendezték meg a fővároson kívül, az elmúlt években ugyanis Budapesten került rá sor. A sok vidéki együttes mellett ismerős arcokkal is találkozhattunk a világot jelentő deszkákon, hiszen a Mezei Virágok népdalkör mellett a Rúzsice és a Dunái Vegyes Kórusok is bemutatkoztak egy-egy dalcsokorral. A színpadon bemutatott szóló és csoportos produkciókat szakmai zsűri értékelte, hiszen a program egyben verseny is volt. A délután fantasztikus hangulatban telt, amit a résztvevők egy spontán, közös énekléssel koronáztak meg. Trendek, technológiák, jó gyakorlatok, nemzetközi gasztronómia versenyeken szerzett tapasztalatok. Egyebek mellett ilyen és ehhez hasonló témák merültek fel pénteken a Platán rendezvényközpontban tartott gasztronómiai roadshow-n, ahol a szakma kiválóságai tartottak bemutatókat. Debrecen, Győr, Eger, Kaposvár és más nagyvárosok után Kalocsára is ellátogatott a hazánkat bejáró gasztronómiai roadshow
melyet a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség főszervezésével a Nemzeti Agrár Kamara és a Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Országos Szövetségének együttműködésével rendeztek. A rendezvényt Kákonyi István nyitotta meg a város képviseletében, majd Németh József, mint házigazda, köszöntötte a megjelenteket. Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke köszöntő beszédében elsőként kalocsa aranyát éltette. Józsi bátyámmal összekacsintottunk, és azt mondtuk itt az elején, hogy nagyon jókat mondott, azt mondta, hogy a paprika fővárosa, de hát én azt mondanám, hogy a paprikás ételek főzőversenye miatt nem csak a paprika fővárosa, hanem a gasztronómia fővárosa is Kalocsa. A program célja, hogy a vidék gasztronómiai résztvevői megismerjék a legújabb trendeket, technológiákat, jó gyakorlatokat. Mindemellett célkitűzés, hogy sikeres jogkövető vállalkozások működhessenek. A szövetség, amely ma Magyarországon összefogja a szakmát, összefogja a szakma apró rezdüléseit, illetve begyűjti azokat az információkat, amik mentén szakmai alelnök kollégáink rengeteg lobby erejüket beletéve a munkájukba, a mindennapi munkájukba, akár az oktatás vonalon, akár hogyha hát a mögé nézek, akkor a közétkeztetés vonalon, vagy akár az éttermi kultúráért felelős NITA bizottságnál, vagy éppen az egyesületnél, amely mögötte munkálkodik, vagy éppen a fine dining, vagy casual dining a szakácsok vonalán próbál egy új 21. századi magyar konyhát képviselni. A közétkeztetés terén az egészséges alapanyagok tekintetében már történt előrelépés. A kórházban nem vagyok benne biztos, hogy mindig rossz az étel, rossz a megközelítés. A mai statisztika szerint a kórházban lévő betegek 70% azért vannak kórházban, mert helytelenül táplálkoznak. Nekem az a mindennapi feladatom ebben a kórházban, mint élelmiszervezető és főzek körbe Magyarország kórházainak a kompány főnökét, hogy valamilyen szinten ezeket az embereket tanítsuk meg korszerűen étkezni, viszont magam ellen fogok beszélni, mert ezek a mi betegeink korszerűen fognak táplálkozni, akkor nem lesz kire főzzek, de hát bízunk benne azért, hogy ez hosszú-hosszú évek múltán fog így történni, de dolgoznunk kell azon, hogy így legyen. A szövetség szerint a siker kulcsa, hogy a magyar gasztronómia felismerje azt a tényt, miszerint a magyar alapanyagnál nem tud jobbat találni. A vállalkozások fejlesztése mellett fontosnak tartják a hagyományok őrzését is. A délelőtt további részében folytatódtak tovább az interaktív előadások, melyek nem csak az érdeklődőknek, de a megjelent szakmabeliek számára is érdekesek lehettek. A gasztronómiai roadshowról készült hosszabb összeállításunkat megtekinthetik november 27-ei Mindennapjaink című műsorunkban. Szombaton ismét a kézilabdáé volt a főszerep a városi sportcsarnokban, hiszen hazai pályán játszották fordulóikat a KKC csapatai. Először a lányok léptek pályára a Mizse KC ellen, nekik sikerült itthon tartaniuk a győzelemért járó pontokat. A lányok számára a mérkőzés első néhány perce nehezen indult a Mizse KC ellen, kellett egy kis idő, amíg elkapták a fonalat. Ennek azonban a fél időre már nyoma sem volt, hiszen 12-6-os eredménnyel vonultak az öltözőkbe a hölgyek. Volt egy jó 10-15 perce a csapatnak, hogy jobb, nem jobb, az majd kiderül a bajnokság végén, ott fog eldőlni, hogy melyik a jobb csapat. Volt egy jó periódusunk, és akkor ott már el tudtunk egy 6-7 góllal menni. A második fél idő a sok technikai hiba miatt már kevésbé volt eredményes, de végül sikerült itthon tartani a győzelemért járó pontokat. A Lajos Mizsa megnyitott egy 4-2-es védekezésre, vagy átállt egy 4-2-es védekezésre. Ez egy nagyon nehéz, főleg két ilyen átlövővel, mint a Babett meg az Ada. Ők kicsivel lassabbak, nem nagyon találtuk az ellenszerét, és amit kértem több időkérésnél, azt meg nem nagyon sikerült megvalósítani. A Lajos Mizseiek csalódottan nyilatkoztak a mérkőzés után, hiszen a rövid kispadjuk ellenére hatalmasat küzdöttek, de így sem sikerült pontot szerezniük ellenünk. Az első fél idő elején azt csináltak, amit szerettem volna. Védekezésbe tudtunk indulni, vezettünk 2-0-ra 3-1-re talán. Utána sajnos eltaláltuk a ellenfél kapusát, akinek gratulálok, mert nagyon jó vélet az első fél időben. Összetettünk egy 12-6-os fél időt, 6 gólos hátrányt. Attól kezdve a veszett fejszennyelét próbáltuk megfogni. Másik fél időben lehoztuk a lelkünket, a szívünket a pályára ennyi emberrel, tehát le a kalappal a lányok előtt. Benne lehetett volna döntetlen, reálisabb lett volna talán az első fél idő és a másik fél idő képi alapján.
A KKC lányai az újabb 2 ponttal jelenleg a tabella 3. helyén állnak. Még 2 forduló vár rájuk az őszi szezonban, egy idegenben és egy hazai pályán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne felejtjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!